Elindul egy folyamat, melynek célja, hogy kialakuljon egy koncepció a szekszárdi sporttelep funkcióinak megtalálására, mondta Ácsezső polgármester a szekszárdi közgyűlés ülésén. A napirendi pontok között az egyik legfontosabb volt a sport és szabadidőközpont fejlesztési elképzeléseiről szóló. A jelenlegi tervek alapján a fürdő mellett egy rekreációs központ, sportcsarnok, uszoda, jégpálya, fedett lőtér is helyet kap majd. Tulajdonképpen arról döntöttünk, hogy ez a tervezési folyamat elinduljon valamilyen formában. Most első körben egyébként a rekreációs központnak a koncepció terve készül, és az lesz bele illeszve az egész sporttelep koncepciójába. Gondoltunk arra, hogy hol lesz majd a parkoló, nem szeretnék csökkenteni egyébként a zöld felületeknek az arányát. A tervezésnél figyelni kell arra, hogy minden funkciónak és a közműveknek is, így például a parkolóknak megfelelő helyszíneket találjon a koncepció, mondta a polgármester. Például a parkolást az úgy fogjuk megoldani, hogy egy állami területre megkaptuk a vagyonkezelő jogot, amely a vasút és a sportutca között van, tehát abszolút nem befolyásolja a sportterület zöld felületeit. Most készül ez a koncepció, tehát reményeink szerint őszre el fog készülni, és akkor ennek megfelelően fogunk tudni dönteni abban a kérdésben, hogy hol legyen a sportcsarnok, mekkora legyen a rekreációs központ, hogy helyezkedjen el. A koncepció kialakítására a közgyűlés döntésével biztosította azokat a törvényi és rendeleti kereteket, amelyek lehetővé teszik a tervezési folyamat megindítását.